Az egész országban, így Borsod megyében is három dolgot ígér elsősorban a programunk. Megélhetést, rendet és elszámoltatást. Úgy érezzük, hogy ez a legfontosabb az emberek számára, hogy legyen tisztességes bérük vagy tisztességes nyugdíjuk, meg tudjanak élni, hogy legyen közbiztonság, az emberek magukat és a szeretteiket biztonságban tudhassák, és legyen elszámoltatás, vagyis szűnjön meg végre az, hogy a politika a korrupcióval és a csalárdsággal egyenlő. Írtunk egy programot, ebben a programban pontokba szedve vázoltuk azt, hogy ha kormányra kerülünk, mit fogunk tenni. Ezt a három célt fogjuk kitűzni, és ezt a három célt kívánjuk elérni. Hozzáteszem, hogy az elszámoltatással fogjuk kezdeni. A mentelmi jog eltörlésével, a dupla büntetés bevezetésével a politikusok számára, a vagyonosodási vizsgálatokkal. Hát azt gondolom, hogy akkor lesz ebből az országból bármi is, hogyha előbb tiszta vizet öntünk a pohárba. Hát én azt gondolom, hogy Borsod megyében azért az ipari kapacitásoknak a helyreállítása az mindenképpen fontos, és talán a bányászatnak az újraindítása is. A hétvezér tervünknek az egyik fontos célkitűzése a bányászatnak az újraindítása, és az erre épülő nehézipar, az építőiparnak a fellendítése. Lehet persze azt mondani, hogy most is folyik Magyarországon építőipar, de a Jobbik számára nem csak a közgép létezik majd, hanem a magyar kis- és középvállalkozások is, akik a legtöbb munkáját tudnák teremteni az építőiparban, úgyhogy én azt gondolom, Borsod megye számára ez a legfontosabb. De természetesen itt is lehetnek élelmiszeripari, mezőgazdasági beruházások, fellendülés, ezt is tekintetbe kell venni. De én még egyszer azt mondom, hogy az egész országnak, így Borsod megyének is a megélhetés, a rend és az elszámoltatás a legfontosabb.